kezdjük. Megértettem. Drónnal, illetve mozgó civil autóból is szűrték a közlekedési szabálysértéseket Berettyóújfalu működési területén. Az összehangolt közlekedés biztonsági ellenőrzés célja a fő baleseti okot elkövetők forgalomból való kiszűrése, ezáltal a balesetek számának minimalizálása volt. A Hajdú-Bihar vármegyei szervezésű akcióval a rendőrség azt is szerette volna elérni, hogy egyre több olyan járművezető legyen, aki önkéntesen betartja a szabályokat. Ennek érdekében egységeiket, illetve technikai eszközeiket több helyszínen, a Dózsa-György és a Népliget utcán, a Földesi útnál, a 47-es, illetve a 42-es számú főútnál vetették be. A 42-es számú főút mellett drónos ellenőrzés van. Itt a kollégák egy drón segítségével figyelik a 42-es számú főút azon szakaszát, ahol a szabálytalan előzések előfordulása gyakori. A drónos ellenőrzés egy hatékony ellenőrzésnek mondható. Már több évre visszamenőleg tartottunk ilyeneket. Tulajdonképpen ezt a berendezést nem látják a járművezetők, úgyhogy tulajdonképpen a megszokott módokból közlekednek. Nekünk is az a célunk, hogy minél több jogsértés kerüljön felfedésre, és hogy a figyelmet felhívjuk. Tehát nem csak akkor kell használni az övet, nem csak akkor kell a szabályokat betartani, amikor ott van a rendőr, hanem tulajdonképpen mindig, mert bármikor tetten érhetőek. Két helyszínen van biztonsági ellenőrzés. Itt két kollégám civil ruhában előjelzőként jelzi a többi kollégának, hogy mely járművet kell megállítani, kik azok, akik nem használják a biztonsági övet. Jelenleg itt a Népliget utcánál milyen ellenőrzés zajlik? A kollégáim itt a passzív biztonsági eszközök használatát, jellemzően a biztonsági használatát ellenőrzik. Egy civil ruhás kollégám kamerával rögzíti a szabálysértéseket, és jelzi, akit meg kell állítani, és intézkedni kell, amiatt, hogy nem használta a biztonsági övét. Ezt a tevékenységünket a polgárőrséggel közösen végezzük itt a Népliget utcán. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy belterületen még mindig nagyon sok az a járművezető utas, aki elmulasztja a biztonsági használatot, pedig sokszor ez életet menthetne. Egy balesetnél ez megvéd minket a sérüléstől, akár az esetleges haláltól is. A baleseteket sok esetben ittas vezetés okozza. A rendőrség egyik csoportja ezért fémmódszerrel ellenőrizte a járművezetők alkoholszintjét. Az egyik igen forgalmas útszakaszon, a 42-es főúton. Úgynevezett fémmódszeres jelleggel ellenőrzik a járművezetőket, ami azt jelenti, hogy megállítást követően csak egy alkoholszonda kerül vele szemben alkalmazásra, és hogyha negatív a szonda, akkor folytathatja tovább az útját a járművezető. Az ittaságnál vannak egyébként jellemző vonások egyébként, hogyha a kifejezetten ittasságot ellenőrzünk, akkor keressük azokat a helyeket, ahol az ittas vezetés előfordulhat, szórakozó helyek környéke, és tulajdonképpen a járműnek a mozgásából lehet rá következtetni, de ez a fémmódszeres jellegű ellenőrzés is arra alkalmas, hogy minél nagyobb számban kerül sor alkoholszonda alkalmazására, ezáltal az ittas vezető kiszűrésére. Még a mai napig előfordul, hogy ittasan ülnek be a volán mögé. Igyekszünk ezeket a járművezetőket a forgalomból kiszűrni, hogy ne jelentsenek veszélyt önmagukra és a többi közlekedőkre. Az a járművezető, akit ittaságon érnek tetten a kollégáim, az érték függvényében közigazgatási bírság kiszabására számolhat büntetőponttal, valamint amennyiben befolyásoltság felmerül, akkor vele szemben büntetőeljárás kezdeményezésre kerül sor a vezetőengedély helyszíni elvétele mellett.
a jogszabályi keretek között kell, hogy a rendőreink intézkedjenek. Az elkövetett cselekmény súlyához igazodóan vannak olyan jogsértések, amelyekre a jogalkotó fix bírság kiszabását rendeli. Természetesen ehhez a kollégáim is csak ezt tudják rendelni, valamint a hozzájáró büntetőpontot, amennyiben a jogalkotó rendelt hozzá, de vannak olyan jogsértések, amelynél mérlegelési jogköre van a rendőrnek. Ott nyilván a cselekmény súlyához igazodó az esetleges büntetéssel azt kívánjuk elérni, hogy későbbiekben ne kövessen el jogsértés. Ez van, akinél egy figyelmeztetés, van, akinél pedig a feljelentés. Itt jelenleg a Földesi útnál milyen ellenőrzés zajlik? Ezen a helyszínen a kollégáim sebességet ellenőriznek. Itt a Berettyófalú belterületén áthaladó 42-es számú főútról van szó, ami jelentős személy- és tehergépjármű forgalmat generál. Itt indokolt ennek az ellenőrzés a balesetek megelőzés érdekében. Ezt a csomópontot kiemelten kezeljük, mivel belterületen van, és hogy a járművezetők egy hosszú lakott területen kívüli szakasz után érkeznek be. Muszáj, hogy figyelemmel legyünk arra, hogy itt az állampolgárok betartsák a sebességet. Annak ellenére, hogy rendszeresen itt vagyunk, itt gyakori a sebesség túllépés. Jellemzően külföldi járművezetők azok, akik itt átlépik a sebességhatárt. A Földesi úton szinte mindennapos a Trafipax jelenléte. Azonban nem ez a város egyetlen olyan pontja, ahol gyakoriak a szabálytalankodások. A Berettyóújfalui rendőrkapitányság célja, hogy csökkentse ezeket a szabálysértéseket, ezáltal megóvja a közlekedőket. A járművezetők így a jövőben is számíthatnak a mostanihoz hasonló közúti ellenőrzésekre.